Ez mióta foltos? Ki foltozta össze a Percy Jacksonomat? Sziasztok, Matilda vagyok. És eljött december 20-a a nagy nap, azaz kint van a Percy Jackson sorozat, mert nézem a Disney Plus-nak kezdőképernyőjét. Mint láthatjátok, teljesen felöltöztem az alkalomra, bár lehet egy ponton fel fogom venni a pulcsikámat, mert azért pólóban hideg van. Fogalmam sincs, hogy fogom ezt teljes mértékben kivitelezni, ugyanis a kamerába biztos nem fogom tudni végigvenni magamat, úgyhogy ilyen vlogosított formába fogom átvinni, tehát hogyha valami történik, akkor jövök fangörcsölni a kamerának. Esetleg a telefonomon tudok ilyen hosszabb videót szerintem felvenni közben, vagy nem tudom. De az is lehet, hogy a telefonomon majd folyamat Emmának fog kirogatni, hogy úristen, de jó! Szóval bármi előfordul, hát nem ígérhetek semmit, de úgy érzem, hogy visszatért a 13 éves fangörcsöm, amit annó kaptam, úgyhogy itt bármi megtörténhet a mai napon. Első megjegyzendőm, a magyar fordításnál meg se próbálták elővenni a... nem tudom, hogy copyright-eset, de hogy meg se próbálták elővenni a részcímeknél a könyveket és azt odaírni, mert hogy az első résznek az a címe magyarítva, hogy a félvér, a másodiknak az, hogy a próba. Hát a könyvekben az első rész címe, ugye a könyvcímeket adták részcímeknek, és az első rész az a mínusz egy matek tanár lenne. Nem nagyon vették a fáradtságot, hogy átvegyék, de mindegy, angolul igen. Ez mióta foltos? Ki foltozta össze a Percy Jacksonomat? Na mindegy. Szóval a mínusz egy matek tanár, illetve a fürdő furaura az volt a Supreme Lord of the Bedroom. Úgyhogy odáig fog elmileg a második rész is elmenni, hogy Percy-t claimeli, vagy kiválasztja Poseidon, vagy mi volt arra a szó magyarul. Sokkal jobban tudom a szavakat angolul. Többet olvastam angolul Percy Jackson-t, mint magyarul. Na de most már nem húzom tovább a szót, mert fél órája fönn vagyok, és még mindig nem néztem meg, és most már idegben vagyok tőle. Úgyhogy bele is csapok. Ott van. Nagyon szép. Szóval megvolt az a rész, amikor ugye Percy megöli Mrs. Dodds-ot, és eddig nagyon jó, nagyon pörög, mert szerintem ez kb. 10 perc volt. 10 perc volt a film, vagy a sorozat részből. De hogy annyira jó eddig. Volt egy pici Percy flashback az elejére, amikor ugye még a könyvben is meséli, hogy hogyan rúgták ki iskoláról iskolára, meg hogy hogyan lát furcsa dolgokat. Szerintem a trailerben ennyire nem tűnt fel, de utána láttam másokat spekulálni, hogy ami a trailerben is van egy pegazus, itt is mondhatják a pegazust, ami fekete, és ugye a pegazusok általában fehérek a könyvben, úgyhogy ez lehet, hogy ilyen easter egg későbbre, hogyha majd eljutunk a harmadik részig, vagy a másodikig, mármint könyvben, Fekete Péterre. Majdnem elbögtem magam, amikor az anyja mesélte neki, hogy miért Percy lett a neve, tehát hogy már most bőgök, 10 percesen nézem ezt a sorozatot, és már most bőgök körülbelül. És eddig zseni. Nagyon tetszik, ahogy alakítanak, nem tudom, tehát hogy így érzem a sztorit eddig, 10 perc után tudom, ez még nem egy olyan túl nagy megállapítás, de hogy eddig nagyon tetszik a karaktereket, egyébként szerintem tök jól hozzák, szóval panaszkodhat, jó, eddig még pont a legnagyobb emberek felháborodását okozó karakter nem volt benne, mert ugye Annabeth volt a leginkább támadva, de hogy volt azért a többi casting is, hogy jaj, Percynek miért nem festik be a haját, blablabla, bla, bla. Tökre nem ad hozzá a sztorihoz szerintem, hanem a karakterek. Grover Percy kapcsolata már most 10 per 10-es, imádom, Chiron, csodálatos eddig ez a sorozat is. Úristen. Meg fogok őrülni, még amíg végig fogom nézni ezt a 10 részt, amit kapunk, vagy 8-at, na. Január végét eszem megáll. Megvolt a Mrs. Dodds-os támadás, ugyebár, és Grover kirúgatta Percyt a suliból, ami szerintem ugye nem így játszódott talán le a könyvben, nem emlékszem pontosan, hogy volt, de szegény Percy piti lelke. És utána Percy hazament, és így az egész otthoni jelenet, ami otthon volt, annyira jól megcsinálták egyébként, Már így az első rész alapján is, tehát, hogy így nagyon hozza a környezetet, meg a vibe-okat. Sally Jackson tökéletes, tehát, hogy ez a ilyen chill, de, tehát, hogy annyira jók a karakter dinamikák, hogy olyan hihetetlen. És igen, valaki kérdezte tőlem, hogy vajon a szökőkútnál Grovernek direkt látszik-e ki a lába, vagy az Bucky, hogy ugye nem kecske lába van, pont most mondta, hogy a köd volt az, ami eddig elrejtette neki a lábát, és most már ugye Percy kezdi
kezd az agya átkapcsolni, és nem hagyni, hogy a ködön keresztül lássa a dolgokat, hanem a köd nélkül, és ezért már látja Grovernek a lábát. Ez nagyon poén volt, hogy Sally mondja Percynek, hogy igen, szóval, hogy az apja egy isten. És így Percy, te összejöttél Istennel? Jézussal! És ez egy ilyen tök érzelmes jelenet megy, hogy éppen fölfedi előtte az eredetét, meg minden, és így Percy, hogy te Jézussal? Jézus az apa? Így sírtam. Egyszerre a jelenettől, meg egyszerre a röhögéstől zseniális volt. És most kezdte el őket üldözni a Minotaurus, úgyhogy nem tudom, ez a sorozat lesz a végem, de eddig csodálatos, ennyit tudok róla elmondani. Tehát, hogy annó a film is szerintem ezt az elejét egész jól hozta, még úgy is, hogy ugye föl idősítették a szereplőket, meg az egészet. Tehát, hogy ez nagyjából jól hozta, de sokkal jobbak a dinamikák. A karakter dinamikák szerintem sokkal jobban kijönnek, és Sally Jacksont a bedesszebb verziójára vitték rá, mert egyébként az, tehát, hogy mind tudjuk, mi történik az első könyv végén, ha olvastuk, ugye a medúza fejjel meg géppel, amit gyerekként így elolvasod, és ez az milyen menő, és aztán felnőttként kicsit belegondolsz, hogy hogy kemény dolgok és döntések voltak. Látszódik, hogy ezt olyanok csinálták, akik szeretik ezt a sorozatot, és ismerik, és ez a lényeg, hogy ismerik. Mert ez látszik belőle, hogy ezt olyanok csinálták, akik ismerik, és tényleg tudják, hogy hogyan kell hozni a dinamikát. Csodálatos. Végignéztem az első részt. Igen, még félig sírok. Genyek ezek. Úgy csinálják meg a jelenetet, hogy így már potyognak a könnyeim, és erre benyomnak valami ilyen comic relief-es cuccot, amit nem tudsz nem nevetni, mert vicces tényleg, csak így... Most is itt van ez a jelenet, hogy a Percynek mondja az anyja, hogy menjen be egyedül, mert nem mehet vele, és így elkezdtem sírni, és akkor jött Grover, hogy magyarázza kicsit a helyzetet, és jó, hagyom, látom, ez a ti pillanatotok, és így Jézusom. Rohadt jó. Mert itt úristen, annyira jó volt. Ja, nem tudok hozzá egyébet hozzátenni. Így az ilyen harcolós jelenetekben nem mentek bele olyan mélyen, tehát így viszonylag gyorsan lementek, de nem tudom, nyilván nem ezzel akarták elvinni szerintem az időt sem a sorozatban. vagy szerintem lehet, hogy csak ott könyvben hosszabbnak érződik, mikor egy ilyen leírás van, mert jobban vizuálisan gyorsabb megjeleníteni, mint könyvben leírni az ilyeneket. Elnézést, orfújás. Amit eddig láttam, abszolút meg vagyok vele elégedve, tehát szerintem, hogyha valaki tényleg úgy ül le, hogy ő a Percy Jackson sorozat érzését akarja visszakapni, mert itt a könyvek érzését, amit a sztorit magát, és nem akad fönn ilyeneken. Jó, itt az első részben annyira nem lehet, de nem akad tényleg fönn ilyeneken, hogy nem tökéletes másolatai a színészek, a könyvleírásos szereplőknek, akkor szerintem abszolút élvezni fogja. Így egy rész alapján ezt tudom mondani. Csodálatos volt. Ezt tudom eddig mondani. Eddig csodálatos. Majd mindjárt benyomom a második részt, csak kicsit összeszedem magam. De Jézus Mária. És a következőben már lesz Dionysos, és szétadom. Szétadom az egészet. Úristen. Annyira jól megcsinálták, hogy így le a kalappal, tényleg. Szóval, moving on a második részre, mert kettő részünk van, és nem fogok csücsülni a második felett sokat, úgyhogy mindjárt folytatom. Második rész. Nem néztem még sokat. Mivel indítottunk? Percy éppen fölébred, ugye miután kiütötte a Minotauruszt, és így látja Annabeth-nek ugye a körvonalát. Megkérdezi, hogy hol van, és igen. Mi Annabeth első szava hozzá, hogy nyelvedzik, amikor alszik? Bocsánat, túl izgatott vagyok. Szerencsétlen gyerek fölébred, azt hiszi, hogy meghalt az anyja, és még Dionysos azt mondja neki, hogy igen, én vagyok az apád. Mr. D, egy rohadék, de tökéletes a castingra, tehát én ugye a Brooklyn Nine-Nine-ban néztem, vagy láttam ezt a színészt, és imádtam ott is, tehát zseniális, és tökéletes Mr. D. Imádom, annyira jó! És eddig a díszlet is nagyon jó, most ugye a nagyháznál vannak, és
nagyon-nagyon kis szép. Eddig nagyon tetszik. Őszintén, amikor először láttam a legelső teasert, és abban volt egy ilyen, nagyjából látszódott így a tábor, főleg ott a kabinok, az úgy hirtelen gagyinak tűnt, kicsit, picit, de lehet, hogy azért, mert ott még kezdetlegesen volt megcsinálva, vagy nem tudom, mindegy, de hogy eddig nagyon jól néz ki. Sírni fogok! Jó, igen, megvolt az, hogy ki kell választani a szülőjének, hogy igen, ez az én gyerekem, addig ugye a Hermész kabinban van, és találkozott Luke-kal, meg már Clarisszal is, és eddig nagyon tetszenek a, még továbbra is a dűmölykák. És most van egy annyira jelenet, hogy ez nem volt benne a könyvben így, de hogy Luke mondta neki, hogy azt kell elégetni a kajánál, ami legjobban, vagy hogy mondott neki a kajánál, hogy amikor elégetik az áldozatot az isteneknek, hogy olyat égessen el, vagy ha olyat éget el, amit a legjobban hiányol, akkor jobban meghallgatják az istenek, vagy tehát hogy valahogy így fogalmazta meg. És itt van egy ilyen jelenet, hogy Percy egy ilyen kis fém dobozban tüzet gyűjtött, és a kék cukorka, amit az anyja vett neki, azt beledobta, és így beszél az anyjával, vagy hát az anyjának küld üzenetet úgymond, hogy ugye eddig mindig az volt, hogy ha új suliba került, utána hívta az anyját, hogy haza akar menni, hogy nem jó, és mindenki utálja. Most meg azért hívja, hogy vannak barátai. És ez azért extra szíves, mert ha valaki olvasta végig a könyvet, vagy akár látta az első filmet, az tudja, mi lesz ennek a sorozatnak is a végén. A lelkem. Ez fáj. Ez fizikai fájdalmat okoz jelenleg. A jó értelemben, de fáj. Ja, és bocsánat, extra, hogy így volt már egy kicsi körkép a kabinokról, nagyon tetszik most a díszlet. Mármint, hogy pont az előbb mondtam, hogy a trailerben kicsit furcsa volt, de amúgy meg tök jól néz ki, ilyen nagyon hangulatosra megcsinálták, hogy van egy kis tó a közepén, meg minden, úgyhogy meg az egész tábor, hogy úgy jobban látszódik, hogy mekkora, és szerintem a filmben így ennyire nem látszódott, és így a különböző részei, hogy ott volt az Eperföldek, ugye, ami az alibije az egész tábornak, az edzős részek, ugye próbálják kitalálni, hogy Percynek mi az erőssége, az IS-os jelenet zseni volt. Őszintén én csak teljesen mértékben azt érzem, hogy a 13 éves énem újra életre kelt, és most megkapja, amit akkor nem kapott meg, és nem tudom, van-e ettől jobb érzés a világon, mert biztos van, de hogy értitek, tehát a Percy Jackson az életem. Bárki, aki nézi a csatornát, szerintem tudja, hogy akkora fangörcsös ember vagyok ettől a sorozattól, mint a világ. Nyilván nagyon durva szentimentális kapcsolódásom van hozzá, miután ez az, ami miatt elkezdtem olvasni, és ez az a sorozat, ami miatt könyv majd lettem. Szerintem mindenki, aki mondjuk hasonló cipőben jár, és tényleg nem tudom, hogy lehet nem örülni annak, hogy végre kapunk egy adaptációt, ami a sztorit úgy adja vissza, hogy azt kell neki. Tehát ugye a filmben például abszolút kihagyták ezt, hogy nem tudja Percy, hogy ki az apja, mert a filmben azonnal, persze, te Poseidon gyereke vagy, igen, de hogy nem. Tehát, hogy jó, oké, persze, hogy ez egy, mit tudom, másfél órás, két órás film volt, tehát ott sok mindenen át kellett ugrani, de hogy ez is egy ilyen fontos része a Percy Jackson sorozatnak, hogy a Percy Jackson és az Olimposziak könyvekben ez egy ilyen tök bizonytalan faktor, hogy az istenek egyszerűen nem vállalják fel a gyerekeiket, és egy csomóan nem tudják, hogy melyik istentől származnak, és ugye ez is része annak, amiért az egész fő konfliktus kialakul a könyvekbe, tehát hogy ezek ilyen fontos dolgok, és nagyon sok fontos dolgot kihagytak a filmből, ami miatt a film a végérvényesen megbukott, mert a sztori eszenciáját nem tudta átadni. Tehát én azt értem, oké, változtatások az egy dolog, mindenbe kell változtatás, ebbe is volt már pár változtatás, úristen, nem ettől halunk meg, nem az az, amit mint könyvmoly utálunk adaptációkban, hanem én legalábbis, hanem én azt nem szeretem, mikor a sztori eszenciáját ölik meg. És eddig ennek a sztorinak az eszenciáját nem ölték meg. Nem az öli meg, hogy nem úgy néznek ki a színészek, ahogy te elképzelted a könyvekbe, vagy ahogy a könyv leírás visszaadja őket, hanem az, ha magát a sztorit cseszik el. És a sztorit még nem cseszték el. És ez az, ami a különbsége lesz ennek a sorozatnak, meg a filmeknek. Igen, rohadt jók a karakterdinamikák, jó a díszlet, szépen meg van csinálva, nagyon hangulatos,
De ami a legfontosabb, hogy tényleg azt a sztorit adja vissza, amit te, vagy én, most így magamról beszélek, amit én, mint a Percy Jacksonnak egy nagy fanatikusa, olvasója vár. Tehát, hogy én ezt a sztorit, amit olvastam, ezt akartam visszalátni a képernyőn. És igen, Percynek nem fekete a haja, Annabeth nem fehér és szőke, de nem ezt teszi a Percy Jacksont a Percy Jacksonnál, már mint a könyveket, a történetet, hanem a sztori maga, ami történik, ahogy történik, és ezt bazival csinálja a sorozat. És ez a lényeg. Most fejeztem be a második részt is, ugye, ami igazából hátra maradt még, az a zászlórablás, a Capture the Flag volt. Ja, meg volt a WC-s jelenet, ugye, amikor rárobbantja Percy a WC-t Clarice székre, amikor belepróbálják nyomni a fejét. Zseni volt. Egyébként még mindig az az egyik legnagyobb poén, hogy Percy így, vajon ki lehet az apám, és felrobbantja a budit. Tehát, hogy így, vajon ki lehet az apád, de mindegy. Tudjuk, hogy következtetések terén nem Percy a legélesebb kés a fiókban. Ezért is szeretjük. Úgyhogy igazából ennek a második résznek a második fele az a zászlórablás volt. Kicsit hiányoltam, az a rész nem volt benne, mert ugye a könyvben alapvetően előbb rájönnek, hogy Percy ügyesen bánik a karddal. Meg volt az az érzése, hogy hát így nem találja még mindig azért a helyét, közben ugye Clarice bullizza is, mert hát ugye Clarice egy bully. Egyébként aki Clarice-t játsza, csodálatos egyébként, ő is nagyon jól hozza a karaktert, és egyébként én néztem ilyen interjú részleteket, Walker Scobell még mondja is, hogy amikor van a harc jelenetük a parton, ugyebár, a Capture the Flag alatt, sose tudom magyarul, hogy volt az elszórablás alatt, hogy konkrétan félt, mert annyira durva volt a tekintete a Dior Good Johnnak, aki Clarice-t játsza, hogy konkrétan félt tőle annál a forgatásnál, amikor forgatták ezt a jelenetet, mert hogy úgy nézett ki, mint aki tényleg bántani fogja. Zseni. Annabethből még nem láttunk túl sokat, de egyébként nekem eddig tetszik az alakítás, meg szerintem hozza ezt a, ugye, mint Athéna gyermeke karakter, mint Athéna gyermeke, hogy nagyon okos, folyamatosan stratégizál, számítja a dolgokat. A könyvben alapból szerintem erre a pontra már több interakciójuk volt, de nem lesz tökéletesen a könyv nyilvánvalóan. Most értük el azt a pontot, hogy akkor kimondták, hogy Percynek el kell mennie a küldetésre, hogy visszaszerezze a Zeus villámját. És nagyon nem akart menni, úgyhogy el is kezdett ordítozni Dionysoszékkal, és akkor jött Grover, hogy az anyád nem halott, és nyilván neki most... Szerintem a könyvben is ez volt az egyik motivációja, mert úgy emlékszem, ott is tudta, összefolynak egyébként így az információk már a könyvben nekem is, hiába olvastam már, vagy háromszor, vagy négyszer. De hogy végül úgy rábólint, hogy mennek, és ez lesz ugye a következő rész, hogy elindulnak a küldetésre. Eddig annyira jó, de tényleg, tehát nem tudom, nem tértem magamhoz. Még lehet háromszor újra nézem ezt a két részt. Nagyon-nagyon tetszik, nagyon-nagyon tetszik, nagyon-nagyon jól hozzák, de ezt már elmondtam 25-szer szerintem ebben, hogy nagyon jól hozzák a karaktereket, a díszlet szerintem nagyon hangulatos lett, tökéletes másolata nyilván semmi a könyvnek, hozzáraknak, elvesznek, ahogy vizualizálni jobban lehet, és szerintem ez így van rendben egyébként adaptációnál, tehát ettől függetlenül, ahogy már mondtam, a sztori az eddig nagyon ott van, ahol lennie kell. Mondták azt is, hogy lesznek dolgok, amiket extrában hozzáadnak, tehát ilyen háttérsztorik, ugye, mert a könyvet magát Percy szempontjából követjük, és így a sorozatban tudnak olyan dolgokat hozzáadni, amit Percy szemszögéből abszolút nem láthat az ember, például azt hiszem láttam ilyet, ezt most nem mondom 100%-ig biztosra, de hogy ilyen flashback, amikor Sally Jackson meg Poseidon találkoznak, meg ilyenek, szóval, hogy azzal, hogy változtatnak, esélyt kapnak arra, hogy többé tegyék a sztorit, és ugye ezt mondták is már interjúban, mert ilyen olyan helyeken, hogy ez egy cél volt, hogy ami változtatás, az tényleg olyan legyen, hogy azért változtatás, mert többet ad a sztorihoz, és ezt addig abszolút aláírom, tehát ami eddig olyan volt, hogy így a könyvben mondjuk nem volt jelen, mint ez a cukorkás jelenet, amit mondtam, vagy hogy Grover beszélt a tanáccsal, hogy mi van
hogy mi is volt ez, mi történt itt. Ezek mind olyan dolgok, amik így nem voltak benne a könyvben, viszont szerintem nagyon szépen voltak. Tehát így tök jó hozzáadtak a filmhez, a sztorihoz, a sorozathoz. Úgyhogy jövő héten, egy hét múlva ugyanígy találkozunk, mert jön a harmadik rész, amiben, ami a medúzás rész lesz. Ha jól tudom, odáig fogunk menni, hogy talán a látogatás a Kertik Törpe Központban. Utána tutira az a rész lesz, amikor a kiméra támadja őket. Ugye ki lehet számítani, hogy melyik rész mi lesz, mert ugye az angol részcímek, azok konkrétan a könyvbeli fejezet címek, szóval nagyjából be lehet lőni, hogy mettől meddig fog tartani egy-egy epizód. De ez az egész azért teszi az excelet, mert tényleg látod, hogy az egész könyvet lekövetik. Konkrétan lekövetik, tehát így a fejezet címek alapján látod, hogy azt fogják neked visszaadni, amit ígértek. Egy hű adaptációt, olyan értelemben hűt, hogy nem 100% copy-paste, hanem nyilván vannak benne dolgok, amik mások, mint ahogy a könyvben voltak, de hogy úgy hű, hogy a sztorit magát pontosan ugyanúgy érteni fogod, mintha elolvastad volna a könyvet. És szerintem ezt szerettük volna egyébként, mint fandom, hogy egy olyan adaptációt kapjunk, ami visszaadja azt az élményt, amit a könyv ad. És szerintem eddig nagyon jó munkát végeztek vele, tehát én abszolút elégedett vagyok. Jó, nyilván nem lehet 3-4 oldalas leírásokat, vagy belső monológokat visszaadni egy sorozatban, meg ilyenek, de hogy értitek, mit akarok mondani, eddig rohadt jó az a sorozat már, mint hogy így én abszolút azt kaptam, amit vártam tőle, sőt, szerintem még többet is, úgyhogy szuper, 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 nagyon szép a stáblista része is, itt nem intrója van, hanem outrója, tehát a végén van igazából, meg ilyen pár jelentet mutatnak a következő részből is, ahogy ez ugye lenni szokott. Hát annyira jó, nézzétek meg! Én ennyit mondok, nézzétek meg a Percy Jackson sorozatot. Függetlenül attól, hogy nem tudom, szerettétek a filmet, olvastátok a könyvet, mindegy, szerintem ez baromi jól sikerült, és nagyon örülök, hogy így 3 évvel az egész bejelentése után most ott vagyok, hogy nézem végre ezt a sorozatot, mert egy hatalmas élmény. Sírtam rajta, nevettem rajta, és nem tudom így eldönteni, hogy vajon azért sírtam ennyit rajta, mert tényleg ennyire érzelmesek a jelenetek, bár amúgy most már egyre többet sírok mindenen, szóval ez ilyen minden, de mármint egy film szinten bármi picit meghatóbb jelenet, már bőgök, de részletkérdés. Vagy azért, mert hogy ugye szentimentálisan nagyon kapcsolódok ehhez az egészhez, vagy tudom, hogy mi fog történni még, meg hogy fog történni nagyjából, de sírtam, nevettem, szuper jó volt, imádtam. Csodálatos. Végre megvolt, ugye, mivel a filmben Percy nem volt elismerve, mint Poseidon fia, hanem egyből Poseidon fiaként volt fölismerve, ezért kimaradt az a tök ikonikus jelenet ugye a zászlórablás során is, amikor Poseidon megjelöli, hogy igen, ez az ő fia. Meg ugye a filmben az is más volt, hogy Annabeth legyőzte Percy, és szerintem, mint fandom egyetértünk, hogy Annabeth nem győzné le Percy. Ez egy ilyen egyetértés a fandomon belül, hogy igen. És Percynek valamelyik könyvben van is egy olyan mondata, hogy soha ne fogadja Annabeth ellen, mert úgyis ő győz. Tehát, hogy igen, és ugye itt most egy oldalon voltak, nem egymás ellen. Úgyhogy nagyon jó volt látni azt, hogy Annabeth így kalkulálja, hogy na vajon Percy lesz az az ember, akivel végre kijut egy küldetésre, és ja, szegény Percy meg így dobálják össze-vissza, nem mondok neki semmit, belelökte a vízbe, teljesen ki volt akadva, legyőzte Clarice meg minden, nagy nehezen túlélte, hogy kb. Csalinak használták, belelökik még a vízbe is, és ott volt a hárommány úszi, hogy a feje felett, tehát egy fú, az egy nagyon epik jelenet volt, egyébként nagyon-nagyon tetszett, hogy megoldották, úgyhogy... A pici Percy Jackson rajongó lelkem teljes mértékben elégedett. Úgyhogy várom nagyon a folytatásokat. Kommentben pedig írjátok meg, hogy ti mit gondoltatok erről az első két részről, mi a véleményetek, milyen élmény volt. Kíváncsi vagyok. Mások is hogy látják, hogy mások is egyre jónak látják-e? Annyira jó volt. Úgyhogy... ilyen reakció videószerűséggel érkezek minden résznél, vagy próbálok majd minden résznél, vagy mondjuk két részenként valahogy összehozom. És köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszik, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal. Olyan boldog vagyok.